első körben a több tucat beküldött név közül a 10 legjobbat választották ki. Ezekre lehetett szavazni az Árkád Pécs Facebook oldalán. A több ezer szavazók közül a legtöbben végül a Morró névre voksoltak. Sajnos nem láttuk még, mert olyan sokan vannak, hogy nem fértünk oda. De meg akarjátok. Igen. Szeretnénk. Ha csajok is bátrak, akkor igen, mindenféleképpen. Mindenki Morrót szerette volna látni. Akkora volt az érdeklődés, hogy szinte oda sem lehetett férni az oroszlánkölyök ketrecéhez, aki kissé bizalmatlanul fogadta a kíváncsiskodókat, így végül nem sok időt töltött a bevásárlóközpontban. Az Árkád azonban a jövőben is figyelemmel fogja kísérni a kis ragadozó sorsát. Hozzánőtt a szívünkhöz ez a kis oroszlán, meg ez az egész ügy, hiszen nem hiába rendeztük meg ezt az árkádozós rendezvényt, mert kicsikét segíteni szeretnénk az állatkertnek abban, hogy tovább tudjon fejlődni. És éppen ez miatt úgy gondoltuk, hogy ha már tényleg ez a rendezvény megvalósult, és úgymond a csúcspont ez a névad ünnepség, akkor természetesnek vettük azt, hogy mi fogadjuk örökbe a kis oroszlánt. Morrót innen már új otthonába, az állatkertbe vitték vissza, ahol egyelőre csak ismerkedik a többi oroszlánnal. Gyakorlatilag együtt van a csapattal, egyetlen egy drót választja el a többiektől, úgyhogy egy légtérben van, hallják, látják egymást, és gyakorlatilag folyamatosan ott lesz ezentúl. Amikor olyan egy éves kora körül megfelelő test súlyát és test méretét eléri, akkor összerakjuk majd a többiekkel. A hím kis oroszlán, ha felnő, a már kiöregedett 24 éves Leo helyét fogja átvenni, két nőstény is várja. Vasárnap egyébként az összes állat hazaköltözött az Árkádból, de az állatkertben továbbra is várják a látogatókat.